a klub mottójával szeretném kezdeni. Aki nem ismeri a múltját, nem értheti a jelent, mely a jövőnek hordozója Tamási Árontól való, és habár kettőször is előfordul benne a nem szó, ettől függetlenül ez nagyon optimista szerintem, hiszen feltételezi, hogy a múlt megismerhető, ezáltal megérthetjük a jelenünket, sőt, talán még a jövőt is befolyásolni tudjuk. Ennek a szellemében fogalmazódott meg a klub hármas küldetése, Piroska kijavít, hogyha esetleg tévednék. Az első feladatunk mindenképpen a kutatás és az anyaggyűjtés. Szűkebb hazánknak a történetét szeretnénk megismerni, személyek után kutatunk, szokásokat elevenítünk fel. Egy utolsó ilyen anyakönyvi bejegyzést tettem ide, ezen olvashatjuk, hogy Koller György nyugalmazott magyar királyi adótárnok 1915. november 23-án délelőtt 10 órakor hunyt el. A 48-as nemzetőrnek a halotti anyakönyvi bejegyzését találtuk meg, és ezt láthatják itt. A második, hogy második feladat, hogy az összegyűjtött anyagokat mindenképpen elérhetővé próbáljuk tenni az érdeklődők számára. Nagyon sok könyv jelent meg, a honlap Frank Rózának az adminisztrátori munkáját dicséri, meg Csilinkó Gábornak a rendszergazdai munkáját. A kiállítások nem csak itt a múzeumban, hanem a polgármesteri hivatal előterében is ezt a célt szolgálják. És a harmadik pedig a figyelemfelkeltés. Most ez alkalom is ilyen figyelemkeltő alkalom. Igyekszünk a nagyobb közösséget is bevonni a múlt megismerésének a folyamatába. Az iskolai korosztályt céloztuk meg általában vetélkedőkkel, városi sétákon a szentgotthárdi lakosok, illetve környékbeliek jönnek el, és sikeres az együttműködés a város vezetőivel, más civilekkel. Ezen a képen pont azt látják, amint a polgármesteri hivatalban a civilek aláírják az együttműködést, illetve hát örökbe fogadtak olyan sírokat, amiket az önkormányzat helyi védelem alá helyezett. Ez pedig egy jól sikerült városi séta, mondhatom azt is esetleg, hogy kocsmatúra, amit szép Renáta vezetett az önkormányzat civil referense, és felkeresték a régi vendéglátóhelyeket. Ennek az előadás sorozatnak egy kicsit pessimistább a mottója, a múltnak kútja. A múltnak kútja nagyon mély. Thomas Manntól vett idézet szerepel a Vasi szemlében is, onnan loptuk az ötletet egyébként, a Vasi szemlének az egyik rovatának ez a címe. Thomas Mann fogalmazott így, mélységes mély a múltnak kútja, ne mondjuk inkább feneketlennek? Ez a két mondat szerepel a József és testvérei regényének, az első könyvének a bevezetőjében. A második bekezdésnek a végét azért emeltem ki, mert hogy itt egy hasonlattal szemlélteti azt a folyamatot, ami a múltnak a megismeréséhez vezet. A partjáró bolyongásához hasonlítja, ami azért nem ér véget soha, mert mihelyt egy partot, egy emelkedőt megmásztunk, utána újabb távlatok, újabb távolságok csábítanak új hegyfokok felé. Vagyis tudomásul kell vennünk, hogy a tudásunk az eléggé korlátozott. Viszont azzal kicsit vigasztalódhatunk, hogy a megismerés folyamatos, és ahogy a visszafelé haladunk a történelemben, még a múltra vonatkozóan is kerülhetnek elő olyan információk, itt például a Koller Györgynek az anyakönyvét az online felületen találtam meg, tehát kerülhetnek elő olyan új információk, amik korábbi nézeteinket esetleg meg is változtatják. Szembe kell néznünk bizonyos korlátokkal a megismerésben.
a legelső, legalapabb ilyen korlát, hogyha nincs meg a kellő információ. A korábbi témafeldolgozásokban az apátság alapító levelével kapcsolatos problémákról beszéltem, most ezt nem teszem meg, azért is nem, mert én nagyon örülök, hogy én lettem az első előadó itt az előadássorozatban, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy a második előadó viszont Magyarics István lesz, aki izgalmas dolgokat fedezett fel a Szentgotthárdi apátság alapításáról, illetve hát azt a korszakot részletesen be tudja mutatni dokumentumok segítségével. Csak egy dolgot emelnék ki ezzel összefüggésben, méghozzá egy túlélő csúsztatást. Tudnélik, 1983-ban bíztattak bennünket arra, hogy végezzünk társadalmi munkát a városunkért. Méghozzá 800 perc a 800 éves Szentgotthárdért, mindenki tudja a szlogent. Csak hogy hát nem a település volt 800 éves, hanem 1183-ban igaziból Szentgotthárd apátságának az alapítása történt. Erre kitér majd Magyarics István. Na most én azt gondoltam, hogy mivel nagyon sok ünnepi beszédben, megemlékezésben is sokszor, felszólalásban elhangzik ez, nem teszek úgy, mint az a matek tanár, aki megszólja a diákját, ha azt mondja neki, hogy kockás füzetbe írta a feladatot. Tudjuk, hogy négyzetrácsos, ebben az esetben is tudjuk, hogy hát az apátságot alapították ám, akkor nem a települést. Szóval úgy gondolom, hogy ez nem akkora nagy hiba, annál is inkább, mert a település és a ciszterci apátság korai története igen szorosan összefonódott. Úgyhogy én ezt elnézem. A második korlát a megismerésben a túl sok információ. Az is baj, ha nem tudjuk, nem ismerjük a dokumentumokat, de az is baj, hogyha olyan információ dömping áraszt el bennünket, mint a jelenlegi internetes oldalak, ellenőrizetlen információkkal, nagyon sok tévesztéssel. És sajnos azt mondhatom, hogy az 1981-ben megjelent monográfiában pedig, ami 771 oldalas, többször megnéztem, olyan kilós súlya talán nincs, de eléggé súlyos. Nagyon értékes tanulmányok vannak benne, csak hogy be kell vallanom, hogy a Zlinszkin és Ternek Mária féle tanulmányt én is úgy olvastam végig többször, hogy magamhoz vettem egy művészettörténeti lexikont. Mert a volútás, kannelurázott akármicsodákról fogalmam se volt, és szerintem az emberek többsége nem ennyire ismeri ezeket a szakkifejezéseket. Tehát, hogyha nagyon hosszú tudományos szövegeket kapunk a kezünkbe, azt se fogjuk, el se olvassa az emberek többsége szerintem. De biztos vannak olyanok, akik elolvassák. Én most már a sportról szóló fejezetet is elolvastam, mondom Csuk Alajosnak. A sokkal durvábbnak tartom a tények elhallgatását, illetve elferdítését, a történelem hamisítást. Az elhallgatásnak azt hiszem, hogy a csúcspontja, a csúcs időszaka volt a Kádár korszak, és mindenki tudta, hogy ebben a korszakban milyen tabu témák vannak, amelyekről nyilvánosan sem szóban, sem írásban nem volt szabad megnyilatkozni. Ez a legfontosabb négy volt. Az első számú, hogy Trianonról nem beszéltünk, hogy a határainkon kívül mennyi magyar és milyen körülmények között él, nem beszéltünk 1956-ról, és természetesen a hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet vörös hadsereg jelenlétéről sem volt írdomos beszélni. Legfeljebb, aki szerencsétlenségére Szombathelyen tanult, az esetleg belefutott valamelyik a Pelikán park mögötti kocsmába egy-két részeg tisztbe, akiket kiengedtek. Na most az elhallgatás az legtöbb esetben összekapcsolódott a hamisítással.
És tudjuk, hogy a legelfogadhatóbb, hihetőbb hamisítás az az, amelyikben van legalább egy csipetnyi igazság is. Erre egy nagyon egyszerű példát hoztam, ez az 1945 megítélése, mert valóban felszabadítás volt bizonyos szempontból. Vége lett a második világháborúnak, a német megszállásnak vége lett, a nyilasok is eltakarodtak lényegében. Mégse éreztük igazi felszabadulásnak, és április 4-éről szóljon az ének, ugye énekelgettük nagyon sokszor, azonban nem éreztük igazi felszabadulásnak, mert hogy a Vörös Hadsereg megszállás alatt tartotta az országot, először, mint a Nemzetközi Ellenőrző Bizottságnak az itt megszálló csapatai, aztán itt felejtették magukat a békeszerződés aláírása után is, hivatkozva, hogy Ausztriával még, meg a németekkel nem kötöttek békét. Aztán, amikor 55-ben megszületett az osztrák államszerződés, akkor meg megalakult a Varsói szerződés, és baráti hadseregek itt állomásoztak ideiglenesen évtizedekig. De egy közelmúltbeli példát is szeretnék felhozni. Többünket elképesztett a Duna Televíziónak az egyik megszólaló, önjelölt szakértője, aki a Hazajáró műsorban azt találta mondani, hogy a Szentgotthárdi csatában magyar főnemesek állították meg a török támadást. Hogyha ez a Körmendi csatára vonatkozott volna, akkor van benne némi igazság, mert ott valóban Batthyány meg Nádasdynak a hajdúi ott voltak, de ott is kaptak már nemzetközi segítséget. A Szentgotthárdi csata éppen arra példa, nem arra, hogy a magyar hősiesen védték a keresztény Európát az oszmán-török támadástól, mert hogy ez is igaz. Tehát ebben is van egy csipetnyi igazság. Csak hogy a Szentgotthárdi csata pont arra példa, hogy mi történik akkor, ha a németek meg a franciák, Habsburgok meg a franciák nem egymást püfölik, hanem egymással válvetve közösen harcolnak a közös ellenség ellen. Na, akkor jön a Szentgotthárdi győzelem. Reméljük, hogy ez így is marad. Korlátja a megismerésnek az, hogy nagyon sok szentgotthárdi épület elpusztult, vagy lerombolták, lebontották, mindháromra tudunk példát mondani. Szentgotthárd történetében a legnagyobb katasztrófa szerintem, ami a múltban történt, az a legelső apátsági templomnak az elpusztulása. 1605-ben már biztosan nem így nézett ki, ahogy most látható Kis Gábor és Zágorhídi Cigány Balázsnak a rekonstrukciós képén, mert 1605-re már megerősítették, hiszen a török veszély miatt úgymond egyfajta belső végvári vonalat is kialakítottak, de körülbelül ilyen lehetett, amikor megépült. 1557 óta pedig szerzetesi élet sem zajlott benne, tehát nem rakodhattak szénát, vagy nem tudom, mit csinálnak itt a szerzetesek az előtérben. Viszont körülbelül ilyen koragótikus stílusú, háromhajós, hatalmas templom emelkedett ott, ahol ma a színház van gyakorlatilag. Mellette pedig a monostor épülete, illetve a gazdasági épületek. Na hát ez lett semmivé. Mikor is? 1605-ben, amikor a bocskai felkelés zajlik, és a város, illetve hát mezőváros vezetői a Steyer kapitányra, Tiefenbachra bízták a vár megvédését, ő azonban ahelyett, hogy megvédte volna a várat, fogta magát, és az északi falat aláaknáztatta, és felrobbantotta. Most ezáltal a templom is elpusztult, és ismerjük a ciszterci építészetnek a sajátosságait,
Az északi fal mellett szokták kialakítani a temetőt is. Na, szóval felrobbantották a falat, ezáltal a templom összedőlt, és hát nem mindenki látta, hogy az a baloldali az északi fal, és hát nem tudjuk rekonstruálni csak virtuálisan. Most egy nagyon rövidke kis filmet szeretném, hogyha megnéznének velem, hát az technika segítségével tehetünk egy virtuális sétát ebben az Árpád-kori templomban. Szőke Balázs készítette a 3D-s képeket, és Keserű Balázsnak a zenei aláfestését is remélem, hogy hallani fogják. Egyszer már elindult, remélem most is. Szóval ezt veszítettük el, megmaradt viszont az utókor számára is a Szent Gotthárd templom. Méghozzá egy olyan főpapnak köszönhetjük, aki 1675-ben a szerzetesi élettől már megszabadított, vagy nem tudom, itt megszűnt a szerzetesi élet, címzetes apátként kapta meg az apátsági épületet a birtokokkal együtt, Széchenyi György, akkori kalocsai, később esztergomi érsek. Ez a címeres kő a Szent Gotthárd templomnak a homlokzatát díszítette, jelenleg a Nagyboldogasszony plébánia templom gyontató folyosóján látható a fal mellett. Aztán 1734-ben a Heiligenkreuziak visszaszerezték III. Károlytól a ciszterci apátság birtokait, és amikor idejöttek 1734-ben, akkor körülbelül ezt találták. 1734 és 56 között keletkezett ez az akvarell, aminek a közepén látható, ez a templom. És itt van a címeres kő, hogyha eltalálom, a négyszögletes kapu fölött, és amikor megkapta Robert Lébe apát ezt az apátságot, akkor azzal a feltétellel kapta meg, hogy mind az apátságot, mind a birtokhoz tartozó plébániákat rendbe hozza, újraindítja a szerzetesi életet, és neki is álltak. Pilgrim volt az építész, aki terveket készített. Először azt gondolták, hogy a hajdani Szent Gotthárd templomot, ez látszik itt a második képnek a bal oldalán, hogy e köré építenek, ezt bővítik egy új templommá, azonban Robert Lébe apát úgy döntött, hogy készüljen egy teljesen új, szép épület. Most ez látható, hogy eléggé aszimmetrikus. Az épület tekintetében először a kolostor készült el, oda már 1750-ben be is költöztek, és 1760-ban már álltak a templom falai, a kapu fölötti kartusnak a felirata ezt az évszámot tartalmazza, 1760.
a Szentgotthárdi csatának az évfordulóján megáldották ezt a templomot, és innentől fogva benne miséztek. És tervben volt ugyan, hogy a déli szárnyhoz hasonlóan az északi oldalon is megépül a kolostorépület, és ebben az esetben, ez volt az első alkalom, elhatározták, hogy lebontják a Szent Gotthárd templomot. Azonban elfogyott a pénz, mondhatjuk ebben az esetben, hogy szerencsénkre, és lemondtak a további építkezésekről, és a templom épülete maradt, viszont átalakították magtárrá. Három szintet alakítottak ki benne, a bent levő oltárokat áthozták az új templomba, és most is látható például a Sekrestye folyosón látható az a feszület, ami ennek a Szent Gotthárd templomnak az egyik oltárán volt, és a feszületnek az alsó részében ott van a ciszterci rend egyik alapítójának, Molezmi Szent Róbertnek az erekéje. Tehát megőrizték a Szent Gotthárd templommal kapcsolatos oltárokat, a hagyományokat. Tudjuk, hogy a Nagyboldogasszony templomban is van Szent Gotthárdnak szentelt oltár. Az első épületrész, bocsánat, elugrott, nagyon érzékeny, a kerítés az 1791-ben lett kész. Ez az évszám szerepe a kovácsolt vas kapun, és van egy magtár, meg van egy apátsági épületegyüttes, amiből 1988-ban ez a szép színház lett, toldalék épületekkel együtt. Szeretném megmutatni, hogy milyen összefüggések vannak az Árpád-kori templom és a jelenlegi színház épülete között. Hogyha megnézik a felső képet, ott van egy kapu, ami a déli oldalhajóba vezet be. Ez a színház homlokzatán jelenleg is látható, hiszen a korábbi templomnak az északi falát robbantotta föl, a nyugati meg a déli fal bizonyos részei megmaradtak, és ez az egyik. És összefüggés mutathatunk ki a Széchenyi György által építetett Szent Gotthárd templom is, hiszen annak a négyszögletes kapuja, amit láttunk korábbi képen, az pedig itt van, és ebbe illesztették be a jelenlegi bejáratot, illetve Kis Sándor szobrászművésznek a csodálatosan szép domborművét a Szentgotthárdi csatával kapcsolatosan. Másodszor is majdnem nekimentek ennek az épületnek, hogy lebontják, mert hogy azért eléggé csúfoskodott már magtár állapotában, és ezen a képen látható, hogy biztosan 1972 után készült, mert ott van már a Rábafüzesi bekötőút, illetve a Rába híd, és az is látható rajta, hogy ugyan a megyei pártvezetők kimondták, hogy el kell dózerolni, de a helyi vezetők szerencsére nem hallgattak rájuk, hanem ásatásokat indítottak, és ezen a képen, ugye a templomtoronyból készült, látszanak is a szentély maradványai, hogy olyan leleteket, értékes leleteket találtak, amivel meggyőzték a megyei vezetést is, hogy nem kell eldózerolni, hanem felújítják az épületet, és kibővítve legyen belőle színház. Úgyhogy megúszta. Egy rajz segítségével szeretném bemutatni, mert többen kérdezték, hogy is volt ez, hogy az Árpád-kori templom, az a nagyobb, háromhajós, annak körülbelül a fele lett a Szent Gotthárd templom, és ez lett később színházzá alakítva, és mivel hogy jóval kisebb volt, emiatt a színház épülete mögött látható a félkör alakú szentélynek az alapja. A légi felvételen, amit köszönünk Trajbár Balázsnak, látszik jobban, hogy még a toldalék épületek alól is kilátszik az eredeti Árpád-kori templomnak az alapja. Most nem csak az az épület semmisült meg, hanem még egyebek is. Azt hiszem New York palotának, vagy minek
megnézték sokan a helybeliek, a Krányec házat. Ez a főtéren át, a főtérnek a legdíszesebb épülete volt, azonban a II. Világháború alatt belövést kapott, és le kellett bontani. Most engem foglalkoztatott a kérdés, hogy miért Krányecház, kik azok a Krányecék. Nem találtam semmit még eddig, csak a sírboltjukat, a kriptájukat találtam meg a 7 ciszterci szerzetesnek a sírboltja mellett, amelyik úgy tele van nőve borostyánnal, hogy időnként a Szent Bernátot is megkörnyékezi. Ez a borostyán, ott van a sírboltjuk, de annyira elhanyagolt, hogy feltételezem, hogy elszakadtak már az utódok. Egy fehér folt, jó lenne kinyomozni, hogy kik voltak ez a, kik tartoztak a Krányec családhoz. Eltűnt a Desics és a Rossner család sírboltja is. Az 50-es években, a Rákosi korszakban két nemes családnak a sírboltját a helyi vezetés nem tartotta megőrzendő értéknek, és simán, hát akik hozzátartozók nem vitették át a hamvakat, azokat a sírokat is, meg ezt a két sírboltot is gyakorlatilag megsemmisítették. Még Vakarcs Kálmán ír róla 30-as években, ugye 1930-ban zárták le itt a temetőkápolna melletti temetőt, hogy megvan, bár a kerítése nem a legjobb, kutyák kibe járkálnak, de hogy még mindig a régi fényében ott van a két családnak a sírboltja, amit most már hát képek sincsenek róla. Esetleg, ha valakinek van, akkor jelentkezzen. És eltűnt a Széchenyi utca déli oldalának a többsége is, kézműves műhelyekkel, zsidó imaházzal, régi óvodaépülettel, lakóházakkal, és pirossal emeltem ki, hogy olyan régi fényképeket keresünk, olyat sokat kaptunk már, hogy fel van túrva az egész, hogy csatornáznak, hogy építkeznek. Tehát nem a Mártirok útja építkezéséről, hanem a korábbi Széchenyi utcának a déli oldalán volt házakról szeretnénk képeket kapni. Hát igen, nincs meg a Bárkaház, egy hasonló épület még van, és közelmúltban bontották le a József Attila utcában a községi épületeket. Nem védtük meg jól a József Attila utcát, úgy tűnik, és reméljük viszont, hogy a kaszagyári épületek sorsa az pozitívan fog alakulni, és valóban méltó környezet alakul ki. Na most én úgy gondolom, hogy siránkozhatunk azon, hogy nincsenek dokumentumok, hogy nincsenek házak, nincsen lóitató, meg nem tudom micsoda. Sírhatunk ezen, de én fontosabbnak és tragikusabbnak tartom, hogy embereket veszítettünk el. Azáltal, hogy kitelepítették őket, vagy arra kényszerültek, hogy kivándoroljanak innen, Szentgotthárdról, a környező falvakból. Tudnilik, ez megtörte a történelmünknek a folytonosságát, másrészt az információknak az átadását is. Az idősebb generációk nem mesélték el a fiatalabbaknak a szokásokat, nem adták át a, nem tudom, a rokonságnak a kilétét, foglalkozásokat, egyebeket. Tehát ez szerintem igen nagy kár. Még az első időszak, amit itt kiemeltem, hogy a török dúlás évszázadaiban valóban falvak pusztultak el a környéken. De azt mondhatjuk, hogy ezek a falvak később, a békeidőben újra felépültek. Biztosan megváltozott a nemzetiségi összetétele a környéknek, ezek miatt, a betelepülések miatt, de hát Csörötnek is az egyik helyre elköltözött, aztán visszaköltözött a Rábapartra. Megvan, vagy Szakonyfalu, meg Tótfalu is újraépült, akiket, amelyik településeket felégettek. És még az Amerikába, vagy máshova kivándorlók is sok esetben tudták tartani a kapcsolatot az itthon maradottakkal, sőt, hogyha jól kerestek, akkor anyagilag még támogatni is tudták az otthoniakat,
Talán a legjobb példa erre éppen Rábatót falu, ahol a kápolnájuk, templomuk, illetve a világháborús hősi emlékművük is azokból az adományokból épült, amit a külföldről küldtek haza. De farkasfaiak is adományoztak az otthoniaknak. A Rábatótfalui új temető részben áll ez az emlékmű, ami azoknak az emlékét őrzi, akikért itthon már csak a harang szól, ez a kétnyelvű felirat áll rajta, nagyon szép. Maradandóbb károk keletkeztek a II. Világháború idején és az azt követő időszakban. Az első a sorozatban a zsidók elhurcolása volt 1944-ben. Ez körülbelül 150 embert jelentett, és a II. Világháború után még a régi Széchenyi utcában, a zsidó imaház mellett egy emlékművet állítottak is, amin a nevek szerepeltek. Ezt az emlékművet aztán átköltöztették a zsidó temetőbe, Szentgotthárdra először, utána most pedig a szombathelyi zsidó temetőben van, tehát az ő nevük megmaradt, fennmaradt az emlékezetnek, és nem csak ezen, hanem a könyvtár mellett lévő hősi emlékmű hátoldalán is ott vannak a nevek. A 45-ös menekülők és hadifoglyoknak a felmérése számomra kérdőjeles. Egyrészt nem tudjuk, hogy hányan menekültek el, gyárosokról, tehát személyekről tudunk, hogy kik azok, akik elhagyták a várost, a települést, a gyáraknak a vezetői mindenképpen. És én azt tapasztaltam, hogy sok esetben a visszaemlékezők is összemossák a hadifogoly fogalmát, illetve a málenyki robotra összefogott embereknek a fogalmát. Mert hogy mind a ketten gyakorlatilag a gulágra távoztak, és 47-ben volt egy olyan akció, aminek során sokan hazajöttek. De hogy ők kik voltak pontosan, és hogy hol voltak, ez szintén még kutatási téma. 46-ban aztán a németeknek a kitelepítése zajlott, és ezzel kapcsolatosan elhoztam egy könyvet is, Betty Beatrixnek a könyvében benne is van, hogy emléktáblát avattak, de úgy tudom, hogy a neveket, a személyeket, illetve a további sorsukat nem kutatta még senki. Közreadom ezt a könyvet, hogy nézhessék, tehát ez is még fehér folt. Nagyon jól tudjuk viszont, hogy ki volt az a 10 szerzetes, plusz egy személy, aki vendégként itt tartózkodott, de őt is elvitték 1950. június 10-én, és Talabér Lászlóné Ica kutatásának eredményeként tudjuk, hogy ki volt az a 6 Salvator nővér, akit szintén ugyanezen az éjszakán kitelepítettek, a mai plébánia hivatal épülete volt akkor az ő apácazárdájuk. Tehát itt a neveket tudjuk. Benne vannak ezek a nevek, ebben a könyvben is, meg nagyon sok újságcikk, könyv is foglalkozik ezzel a témával. Viszont nincsen tábla. Nem tudom, hogy kell-e itt a helyszínen, vagy nem. Talán nem ártana megemlékezni róluk is, hogy itt voltak. Kutatás zajlik a hortobágyi táborok tekintetében. Itt azt mondhatom, hogy egy kicsit jobban állunk. Két könyvet mutogathatok, meg Doncsec Etelka nevét emlegethetem. Doncsec Etelka volt gimnazista diák, az, aki a szakdolgozatát gyakorlatilag ebből a témából írta, és olvasható a munkája az olvasnivalók rovatában, a hunismeret.com oldalon. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, és van ez a kiállítási katalógus, amit Piroska ismer, azért adom tovább, meg van egy másik könyv is a kezemben, ez pedig azoknak a márványtábláknak a képét és a névsorokat mutatja, akik szintén hát úgynevezett internáltak voltak.
A Hortobágyon egy ökumenikus templomnak a falain helyezték el táboronként összegyűjtve a neveket, és többen mondták, Don Csecetelka is, hogy nem teljes a névsor, tehát itt is még maradt kérdőjel, itt is még akad mit kikutatni. Ez is szintén azt hiszem a Honismereti Klub meg másoknak a feladata. Ezt a könyvet Szegedi Marikától kaptam, akinek a története szintén összefügg a kitelepítésekkel. Most a kitelepítéseknek az egyik fajtája volt ez a belső internálás, hogy megmondták, hogy már pedig beköltözöl ebbe a juhodályba, és itt fogsz dolgozni. Tehát kényszer lakóhelyet jelöltek ki számukra. Volt egy másik kategória is, amikor arra kötelezték, hogy elhagyják a szülőhelyüket, és ilyen volt Szegedi Marika családja is, illetve egy másik nevet is említenék, talán többen ismerik, Komáromi Gabriella nevét, a Komáromi házak építőjének a lánya, akiket szintén arra kényszerítettek, hogy költözzenek el innen a határ közeléből, mert megbízhatatlanok, és ők Kaposvárra mentek, és ott hát tanszékvezető tanár lett egyébként Komáromi Gabriella, és szívesen emlékezik a Szent Gotthárdi éveire. Ő mesélt arról, hogy még nekik is úgynevezett hallgatási fogadalmat kellett tenniük, meg tudom, én is találkoztam olyan emberrel, aki részt vett Málenki robotban, hogy nem volt szabad erről beszélni, és ez beleivódott a vérükbe, azt mondhatom, hogy még a saját családtagjainak sem merték elmesélni, hogy mi történt velük, vagy hol voltak. Ez az igazi borzalom, azt hiszem, hogy nem mesélheti el, nem mesélheti ki magából a fájdalmakat, az átélt élményeket. Talán manapság már azért enyhül ez a szorítás, és elég sokan megszólalnak. Hát, mint 56-tal kapcsolatosan is. És ez az utolsó, amit kiemelek, az 56-os menekültek kivándorlók. Itt is van kérdője, tudniillik, amikor 16-ban készítettük azt a riportkönyvet a Mi forradalmunk címmel, akkor arra vadásztunk, hogy kik azok, akik szerepet töltöttek be itt az október végi esemény, ja, bocsánat, ez a kezembe maradt, az október végi eseményekben, tehát akik vezető szerepet töltöttek be, akik valamiféleképpen, mint egy kompromittálták magukat, és ezért kellett elhagyniuk az országot. Viszont nem néztük meg, hogy ugye a statisztikát, hogy mégis hányan mentek el. Pedig mennyiség az jó nagy lehetett, mert mit tudunk, azt például, hogy a gimnáziumban össze kellett vonni osztályokat, mert hogy a gyerekeknek, a diákoknak az egy része külföldre távozott, valamint ha nézzük a gimnáziumi tablókat, ott is hát igen nagy változások voltak, tehát a tantestületnek a jelentős része is külföldre távozott, és nem jöttek vissza. Hogy miért? Hát ez jó kérdés. Egy olyan példát hozok, hogy az apátsági épület, amit a Heiligenkreuziak építettek igaziból, az megmaradt, mégis, mivel sok funkcióváltáson ment keresztül, emiatt, a sok költözködés miatt mégis sok minden elveszett. Reméljük, hogy a későbbi hivatalok a levéltárnak adták le az irataikat, és ott majd meg fogjuk találni. Az első ilyen nagy váltás 1878-ban volt, amikor a főleg osztrák, tehát németajkú szerzetesek elhagyták Szent Gotthárdot, visszaköltöztek úgymond Ausztriába, Bécs melletti Heiligenkreuzba, és vitték magukkal a dokumentumokat, a könyveket, a képek jelentős részét is. Eddig egy kicsit a németesítés volt jellemző a város irányítására, innentől viszont a magyarosítás lett a jellemző tendencia. Na hát a legnagyobb változás 1950-ben következett be, amikor azon a bizonyos június 10-ére virradó éjszaka elvitték a szerzeteseket,
és megkezdődött áldott Margitnak kevésbé áldott, áldásos tevékenysége. Borbély Sanyi mondta éppen, hogy érdemes lenne azoknak a sorsát is kikutatni, meg bemutatni a helybelieknek, akik nem éppen pozitív személyiségek voltak. Ugye példa erre éppen Decsi Gyula, de hát őróla, a vérbíróról, aki Szent Gotthárdról származik, őróla az interneten rengeteg anyag van, tehát arról tájékozódhat. Úgyhogy én áldott Margit után próbáltam nyomozni, de elveszítettem a nyomát 55-ben. Ugye itt volt először főjegyző, aztán amikor a tanács megalakult 50-ben, akkor a városi tanács VB titkára volt, és teljhatalmú irányító. Két év múlva már a megyei tanácsnál dolgozott, és 55-ben Kőszegen találta meg, mint a kőszegi pártbizottság titkárát. És innentől fogva a híradásokban nem találtam áldott Margitról semmit, születési adatait se találtam meg. Volt, aki azt mondta nekem, hogy ilyen nevet, hogy áldott Margit, a talált gyerekeknek, örökbefogadott gyerekeknek szoktak adni. Hát nem tudom. Úgyhogy próbálok még nyomozni, de ez is eléggé fehér folt, és azért az ő tevékenységét se ártana tudni. Igaz? Na és hogy mik vesztek el, felírtam, hogy hát vallásos emlékek, ott a refektórium mennyezetével kapcsolatos históriát mindenki ismeri, könyvek, berendezés, tehát nem becsülték, nem tartották értéknek ezeket a dolgokat. 69-ben, amikor a járás megszűnt, a Szentgotthárdi járás megszűnt, akkor a községi hivatalok költöztek be, meg pártirodák, egyebek, és a 83-ban túl nagy változás azt hiszem nem volt, hogy városi rangot kapott a település. 1990-ben az önkormányzat, polgármesteri hivatal székhelye, és ez bővült még, 2012 után elfogadott törvényekkel, hogy beköltöztek járási kormányhivatalok is az épületbe. Azért az épület nem adta meg magát teljesen, két olyan képet látnak, amin ciszterci jelképek fordulnak elő. A földszinti ablakoknak a rácsán az egyenlő szárú keresztbe fonódó G betű, az nem más, mint a Heiligenkreuzi szerzeteseknek a időszakában a Gotthárdi apátságnak a szimbóluma. A Heiligenkreuzi jelkép az egy áldásosztó kéz van az egyenlő szárú keresztnek a közepén. Itt jobb oldalon pedig ez meg a templomnak a színes üvegablaka, ez meg a magyarországi ciszterci szerzeteseknek a jelképe lett. A morsz az valóban halált jelent, és a szerzetesek a világnak halnak meg, hogy az örök életnek élhessenek, és középen pedig a daru a kavicssal az egyik felemelt lábában, és úgy őrködik, nem alszik el biztosan. Tehát ezek őrzik még a ciszterciek emlékeit, akkor is, hogyha 1950 óta csak vendégségbe jönnek ide szerzetesek. Az áldozatok és a hősi halottak emlékezete, azt mondhatom, hogy Szent Gotthárdon eléggé eleven. Ezt a képet gondolom többen tudják, hogy hol van. A hátulján, és itt három csoportban, az első világháborús, a második világháborús, illetve a holokauszt áldozatainak a neve is szerepel ezeken a táblákon. Ezért gondoltam, hogy hátulról közelítek a témához. Kiket veszítettünk el? Szent Gotthárd zsidó kereskedői, vállalkozói annak idején meghatározói voltak a város gazdasági életének, nincsenek, hiányoznak. A gyárosok, a igazgatók többsége elmenekült. Egy nevet emelnék ki itt a több közül, Wieser Kurt nevét, aki zsidó származása miatt a 30-as évek végén került célkeresztbe a származása miatt,
Amikor bejöttek az oroszok, akkor meg hát kizsákmányoló tőkés lett hirtelenjében, és emiatt kellett elhagyni a települést. Még annyit elmondanék róla, hogy a 20-as években részvénytársasággá alakult Szentgotthárdi Kasza és Sarló Művek RT részvényeinek az 50%-a az ő tulajdona volt. A másik 50% azonban svájci részvényesek tulajdonában állt, ezért aztán egy kicsit macerás volt államosítani a kaszagyárat, csak 52-ben tettek pontot az ügy végére. Elveszítettünk jól gazdálkodó parasztokat, Rába Füzesnek a hegy része szinte teljesen kiürült, nem csak azért, mert hogy a németeket kitelepítették, hanem azért is, mert a határsáv kialakítása miatt hát gyakorlatilag lehetetlen volt ott építkezni. Farkasfáról, meg a Vendvidékről általában azt hiszem, hogy a negyedik előadásban majd jó sokat hallunk, nem csak a kitelepítések ügyében, hanem a büntetőperek ügyében is. Nagyon sok értelmiségi, tisztviselő, tanárok, jegyzők, tehát a kocsmárosok, gyakorlatilag a befolyással rendelkező vezetésre képes embereknek a kiköltöztetése vagy elmenekülése gyakorlatilag lefejezte ezt a társadalmat, és aztán azt csináltak, amit akartak a vezetők. Elmentek, elhurcolták a ciszterci szerzeteseket, akik többen azt hitték, hogy Szentgotthárdi gimnázium az rendi gimnázium volt, nem. A ciszterci szerzetesek legfeljebb hitoktatók voltak itt. És természetesen nagyon sajnáljuk azokat a fiatalokat, akik lehet, hogy idősebbek azt mondták rájuk, hogy kalandvágyból mentek el, de szerintem az itthoni korlátozott létet, a szabadság hiányát unták meg, és ezért szöktek nagyon sokan fiatalok külföldre. És volt egy ellenkező, másik irányú mozgás is, a határsávból sokan költöztek az ország belsejébe, ott voltak boltok, munkalehetőség, iskola. A végére néhány fényképet tartogattam, nem tudom, hogy felismerik-e valamelyiküket. Bóta János a baloldali, aki gimnáziumi tanár volt és munkaszolgálatosként 45. márciusában Kőszegen állították ki a halotti anyakönyvi bizonyítványát, tehát 45. márciusában hunyt el munkaszolgálatosként. Mellette egy grófnő, gróf Zsigrai Margit, az Ivánci kisasszony, akit 45-ben kényszerítettek arra gyakorlatilag, mivel hogy a birtokaikat állami tulajdonba vették, tehát kisajátították az Ivánci birtokokat, ezért az édesapjával és az amerikai származású édesanyjával külföldre távoztak. Terveim szerint az Idősek magazinjában a következő alkalommal őróla is beszélek. A Gerendai Lajosról csak a nevét mondom meg, hogy a dohánygyár igazgatója volt, azért, mert a 17-es Vasi szemlében olvasható a teljes élettörténete Csuk Ferencnek a tanulmányában, a gulágnak a lakója volt. A mellette lévő úriember egy tisztes asztalos mester, aki szobrászművészé képezte magát. A templomban, a templom bejáratánál a Lurdi Szűz Máriát fából faragta ki előtte a kis Bernadett, és tőle balra ott vannak a gyertyák, csak hogy el tudják képzelni, illetve hogyha a múzeumból kimennek, akkor itt pedig Hunyadi Jánosnak a szobrát neki köszönhetjük. Két koponya, Pavlics Ferenc a holdjárműnek az elkészítő főkonstruktőre, tótfalusi gyökerekkel rendelkezik. A mellette lévő úr pedig eredetileg Frűvad, bocsánat, ő az osztálytársam volt, na. Szóval Etre névre magyarosított, nem tudom, a Frűvad miért nem volt jó neki, de minden esetre kromatográfus lett, és az Amerikai Egyesült Államokban csinált karriert.
ő szerencsétlenségére NDK-ból emigrált NSZK-ba 56-ba, és először nem fért bele abba a 35 ezeres létszámba, amit az Amerikai Egyesült Államokban fogadtak, úgyhogy még kicsit mellett. Hát kétszerzetes. Dr. Schwarz elemért is biztosan emlegetni fogja Magyarics István, mert ő Szentgotthárd korai történetével kapcsolatosan is írt tanulmányt. Budapesten egyetemi katedrája volt, német nyelvészetet oktatott, Rákosi korszakban elküldték, és ő egészen Löwenig, Belgiumba ment, és ott tanított tovább. Falubíró Győzőnek sok helybeli ismerőse van. Amikor 50-ben felszámolták a szerzetesrendet, akkor nem találta a helyét itthon, 64-ben távozott az Amerikai Egyesült Államokba, és ott egy ciszter közösségben élt haláláig. A két fiatal emberben az a közös, akiket látnak, hogy mind a kettőt nagyon durván, hát gyakorlatilag agyonverték. A baloldali szemét biztosan mindenki ismeri, Boldog Brenner Jánosnak az életéről most nem beszélnék. Zöld Ádám viszont gondolom kevésbé ismerős. Ő 1950-ben Jugoszlávián, Ausztrián keresztül ment Németországba, és 56-ban hazajött. Tévedett, bebörtönözték, halálra ítélték, de ki sem tudták, nem tudták kivégezni, mert előbb a börtönkórházba a vallatás következtében életét vesztette. És most jön a befejezés, ez a Kónya Tanya juhakol képe. A szentgotthárdi nevezetes személyekről ugyan írtunk, és benne van Dremmer Antal, de akkor még nem volt képünk hozzá. Most viszont lesz, ha jól tudom, ha Hetényi Miklós ezt bemutatja nekünk. Dremmer Antal Töttösön született 1877-ben, és Debrecenben a kórházban halt meg, 52.09.15-én. Ez sincs bent a könyve, mert nem olyan régen találtam meg a halotti anyakönyvi bejegyzését. Foglalkozása szerint ő cipészmester volt, de tehetségét bizonyítja, hogy községbírónak, ipartestületi alelnöknek is megválasztották, és a feleségét pedig úgy hívták, és azért írtam így, mert az anyakönyvi kivonaton így volt, hogy Hetényi Mariska, és ez nekem nagyon tetszett, dohánygyári munkás. És 1950. június 23-án telepítették ki a kitelepítéseknek az első hullámával, és a bűne az volt, hogy ő, mint községbíró, őt felszólították arra, hogy állítsa össze a kitelepítendő kulákok meg gyanúsaknak a listáját. És mivel ezt nem vállalta, ő lett az első számú, az ő neve lett az első számú név ezen a listán. Kónya Tanyára került, ahol az első időszakban, még ez abban a könyvben, amit megy körbe, benne van, megválasztották táborparancsnoknak, innentől azonban elveszítettük a fonalat. Annyit tudtak a leszármazottak, hogy kórházba került, és itt van, hogy mikor halt meg ez a halotti anyakönyvi kivonat, és egy rövid összegzés, még sokat kell tanulnunk, sok ismeretlen dokumentumot felkeresni, sok épület történetét kinyomozni, sok személy sorsát felkutatni, hogy méltóan emlékezhessük rá, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket.